vigyni. Fontos, hogy minden tökéletes legyen, és a látogatók eljöjjenek az állatkertünkbe. Oh, úgy van, Elmo. Ugye milyen pompás ez a víz? Oh, látom, éhes vagy. Épp azt fontolgattam, hogy veszek magamnak valamit ebédre. Ígérem, hogy hazafelé nektek is veszek valami finomat. Sziasztok! Mindjárt visszajövök. Szia, Zufi! Eljössz velem a kávéházba? Persze, miért ne? Csak éppen... Nagyszerű! Gyere már, siessünk! Tudod, hogy ilyen szép időben azonnal elfoglalják a legjobb helyeket. Igen, persze. Menjünk. Ott kellett volna lenned tegnap, aki él és mozogott volt. Szuper volt! Trabi-dabi-du, trabi-dabi-di, trabi-dabi-dibi-du-du. Szia! Segítség! Tolvaj! Tolvaj? Tolvaj? Jaj, ne! Komolyan mondod, Frankie! Hát nem borzasztó. El sem tudom hinni. Ez a láda egy perce még tele volt almával. Aztán elmentem egy láda körtéért, és amikor visszajöttem, az összes alma eltűnt. Tényleg egy egész ládával? Különös, hogy csak úgy ok-bok-fok nyoma veszett. Nyoma veszett? Ezt nyilvánvalóan egy tolvaj követte el. Egy tolvaj, aki szereti az almát méghozzá hatalmas mennyiségben. De miféle tolvaj lopná el az almát? Olyan, akinek rendkívül jó érzéke van a gyümölcsökhöz. Ez a körte tényleg pompásan néz ki. Mit szólnál ahhoz, ha megkóstolnám? Jó, nem bánom. Na hát, nagyon köszönöm. Nem emlékeztek rá, amikor tűzütött ki a szabadtéri kávéház mellett? Aha, emlékszem rá. Bevetetted magad a tűzbe, és kimentetted azt a szegény kis cicát. Nagyon bátran tetted, Fiona. Csodálatos hős tett volt. Semmiség, végül is valakinek meg kellett tennie. Pali úgy berezelt, hogy majd kiugrott a kaszniából. Egyáltalán nem rezeltem be. Lehet, hogy egy kicsit óvatos voltam, de nem rezeltem be. Halló, segélyszolgálat. Igen? Mi a csuda történt? Na hát, értem. Rendben, köszönöm a hívást. Gyümölcsös Frankitől elloptak egy egész láda almát. Hűha. Igen, és tudjátok, mi most a teendő, mert itt az idő. Mentőakció indul! Jaj, ne! A mankóm! Most hogy fogok így járni? Na mindegy. Ez csak egy régi mankó. Ettől még nem dől össze a világ. Szia, Frankie! Hallottuk, mi történt az almáddal. Már olyan sokat sírtam, hogy attól tartok, rozsdakupaccá válok. Jaj, nekem! Meg sem tudtam kóstolni azt az almát. Láttad a tolvajt? Nem, mert hátra mentem a körtéért. Mennyi ideig voltál távol? Hát, csak néhány pillanatig. Furcsa, hogy a tolvaj nem vitte el a ládát. Hallottál bármi szokatlant? Semmit sem hallottam, semmit. Ez igazán különös ügy. A mi városunkban még sohasem történt ilyesmi, soha. Minden eddigi munkám véglegesen kárba vezet. Nyugodj meg, Frankie! Pali nyomozó felderíti az ügyet. Csak egy kis régi módi nyomozó munkára lesz szükség ahhoz, hogy megoldjuk a rejtét. Oda néz, Pali! Ott van a földön egy fél alma. De nézzük a dolgok jó oldalát. A körtém legalább még megvan. Kár! Jaj, ne! A tollamra mondom! A körtém... Megloptak! Kiraboltak! Na ne, már őt is! Szevasz, várjú! Mi történt veled? Valaki ellopta a körtémet.
itt ültem a kettétört mankómmal, a körte itt volt mellettem a járdán, és amikor megettem volna, azt vettem észre, hogy eltűnt. Előbb az alma, most pedig egy körte. Úgy tűnik, hogy egy gyümölcstolvajjal gyűlt meg a bajunk. De mi történt a mankóddal? Nem tudom. Véletlenül elejtettem, amikor odafutottam gyümölcsös Frankiehez, hogy megnézzem, mi történt. És valaki nyilván rálépett, miközben nem voltam itt. Értem. Tehát itt járt valaki, miközben távol voltál. Láttál itt valakit? Nem. Senkit. Ahogy mi sem láttunk senkit. Nem. A tolvaj nyilván a sarkon túl rejtőzködött, hogy odaosonjon vészvonzó varjúhoz és elvegye a körtéjét. Szerintem ebbe az irányba kellene elindulnunk, hogy további nyomokat keressünk. Rappadibidú, rappadibidá, szép napunk van ma. Trallalalala, rappadibidú, rappadibidá. Ezt nem tudom elhinni, a bagettjeim. Hová tűntek a bagettjeim? Segítsen valaki, kérem! Kiraboltak, kifosztottak, mindenemből kiforgattak, segítsetek! Bagettsütő béni, mi történik itt? A bagettjeim, az összes kenyerem eltűnt. Aha! Nézzétek, egy nyom! Az a tolvaj járt itt, aki után nyomozunk. Ezek szerint ezen az úton ment el. Nyugodj csak meg, béni, nyomon követjük a tolvajt. Még ilyet ki hitte volna? Azt hiszem, ki kell sütnöm még egy adaggal. Hihetetlen, miféle tolvajharamiák járnak mi felénk. Nézzétek! Kenyérmorzsa! És mi van itt? Egy almacsutka! Szevasz, Frankie, miért lógatod az orrod? Szervusz, földi! Rettenetes csapásért egy egész láda almámnak nyoma veszett, eltűnt, nyoma sincs! Igen, ez tényleg borzasztóan hangzik. Most elmegyek egy új almaszállítmányért, viszlát! Viszlát, Frankie! Addig beszélt az almáról, hogy megéheztem. Ideje lenne harapni valamit. Csak ez hiányzott. Szervusz, földi! Láttál valakit erre menni? Nem, de itt valaki lakomát csapott anélkül, hogy engem meghívott volna. Nézd csak meg! De ez a bagett igazán jól néz ki. Viszont az illető összetakaríthatott volna maga után. Igen, mit agadás? Nézd, Pali, mekkora lehet ez a tolvaj? Tény, hogy nagyobb lába van, mint bárkinek, ebben biztos vagyok. És az alapján, hogy mennyit eszik, a pocakja is jókora lehet. Ejnye, ugye nem rám gyanakszol, Pali? Nem, persze, hogy nem. Gyere, Fiona, kövessük a nyomokat. Akár kicsi, akár nagy, fülön kell csípnünk a tolvajt. Készen állsz rá? Most elkapjuk. Ki van a súfniban? Gyere elő feltartott kézzel! Azonnal gyere elő! Utoljára mondom! Ha? De... Egy kicsi elefánt borjú. Mit szólsz hozzá, mint nagy veszélyes zsiványhoz? Biztos az állatkertből szökött meg. Jobb lesz, ha azonnal visszavisszük. Gyere, te kis enyves ormányos. Gyere már. Pali, lehet, hogy ezt nem lesz olyan könnyű végrehajtani. Nem tudnál benne segíteni? Nem. Azt hiszem, van egy jobb ötletem. Trabidabidu, trabidabidibi! Nézzelek csak oda! Mégiscsak szerencsés vagyok! Ide nézz, itt van a körtetolvajod! Még ilyet, egy elefánt! Ez eszembe se jutott volna. Még soha életemben nem láttam hosszú ormányú tolvajt és haramiát,
De vicces, úgy látszik, szereti a bagettemet. Olyan hálás vagyok. Amikor visszajöttem, láttam, hogy nyitva felejtettem a kaput. Szóval a kis Elmo nagy kalandra indult. Szerencsénk volt, hogy megtaláltátok, mielőtt még valami baleset érte volna. Szóra sem érdemes, ez a munkánk. De a továbbiakban kérlek, rendesen csukd be a kaput, és tartsd a kis Elmót a kifutójában. Csak hogy ne járja ismét a várost egy kis enyves ormányú tolvaj. Lefüleltétek a gyümölcs tolvaj? Igen, csak egy éhes kis elefánt volt, aki kiszökött az állatkertből. Fiona úgy berezett, hogy majd összeolajozta magát, amikor Elmo előbújt. Halálra rémült. Egyáltalán nem rezeltem be. Lehet, hogy egy kicsit óvatos voltam, de nem rezeltem be. Nem számít. Szép munkát végeztetek. Ti vagytok a hőseim, az állatok, és az egész város hősei. Nos, ezt igazán nem tudhatom, de jó, hogy minden visszatért a régi kerékvágásba. Ugyan, Pali, ne szerénykedj, ma tényleg csodálatosan viselkedtél. Lehet, hogy már nem is kell mankóval járnom. Ha nem nekem lenne a legjobb irányérzékem a világon, egy-kettőre eltévednék ebben a ködben. De hajszál pontosan tudom, hol vagyok. Most már csak pillanatok kérdése, hogy megpillantsam a kikötőt. Azt hiszem, most ugrik a gép a vízbe! Hol? De hol? De hol marad már? Már régen itt kellene lennie. Mindenki azt találgatja, hogy hová tűnhetett a posta. Remélem, hogy nem tévedt el. No, lám csak, micsoda köd? Jó lenne, ha gyorsan felszállna. Ha senki nem talál el idáig, akkor ugrik az összes mai üzlet. Szép jó reggelt, Poroska! Neked is! Hihetetlen, hogy mekkora köd van ma. Ó, nekem mondod? Ez még mind semmi ahhoz képest, hogy mekkora köd volt annak idején, amikor nagyapám elment autót vontatni az ő nagyapjával. De ennek már van vagy 100 éve, talán még több is. A lökhárítójukig sem láttak. Csak azért jöttem, hogy tankoljak és vegyek egy újságot. Ma jelenik meg a Csini Csilli Vili legújabb száma. Tényleg? Újságot szeretnél venni? Ez nem lesz olyan egyszerű. Postás Peti még nem járt erre felé, hogy meghozza az újságokat. Hogyan? Még nem érkeztek meg az újságok? Nem. Ráadásul én is várok egy csomagot, és úgy volt, hogy ma kapom meg, de ez van, nem tehetünk semmit. A nagyapám idejében hetekig kellett várni, hogy egy-egy küldemény megérkezzen, esküszöm, így volt. No, ne! Hát ez jellemző, mindegy, akkor később újra benézek érte. Igen, az a megoldás. Nem sokára itt lesz a posta. Addig is viszlát! Viszlát! Trabidabidú, trabidadibí, trabidabidúbidú. Szia, Poroska! Egész ügyes vagy, Pali. Kösz szépen, te sem vagy rossz benne. Hát, tény, hogy kiskoromban játszottam a kölyök csapatban. Talán nem jöttem ki teljesen a gyakorlatból. Figyeljetek már oda! Hoppá, ezer bocsánat, Alíz, igazán nem akartam. Majdnem behorpasztottad a tölcséremet. Háló, segélyszolgálat. Igen. Igen. Értem. Rendben. Köszönöm a hívást. Figyeljetek, széljáró Cindy nem jött még meg a mai postaszállítmánnyal, úgy látszik, hogy útközben eltűnt. Postás Peti lent vár a kikötőben. Nagyon aggódik Cindy miatt. Ez nem hangzik jól. Lehet, hogy eltévedt a reggeli ködben.
Igen, talán. Postás Peti színét se látta egész délelőtt. Jó ég. Az is lehet, hogy baleset érte. Ki kell derítenünk a dolgot. Igen, jobb lesz, ha siettek. Egyetértek. Egy percet sem veszíthetünk. Gyere, Fiona! Itt az idő! Mentőakció indul! Rajta? Rajta! Trabidabidu, trabidabidi, trabidabidabidu. Bejártam az egész város, de egy árva postás autót se láttam sehol. Talán fel kéne másznom egy fára. Hát, ha meglátom valamelyik postás autót madártávlatból. Tam, tatam, tam, tatam. Szervusz, postás Peti. Mondd el, mi történt. Sziasztok! Úgy örülök, hogy itt vagytok. Valami baj érhette Cindyt. Még mindig nem érkezett meg a mai postával, pedig egész délelőtt itt vártam rá. Egész délelőtt. Nyugodj meg, egész biztosan megtaláljuk. Merre szokott közlekedni? Lássuk csak, ma ugye hétfő van, amikor a szomszédváros kikötőiben szokta felvenni az újságokat és a csomagokat. Ezért a világító toronytól a part mentén kell repülnie. Kezdjük a keresést azzal, hogy végigmegyünk a tengerparton. Nagyszerű ötletnek hangzik. Rendben, kezdjétek a keresést, és kérlek, kérlek, siessetek. Majd értesítünk, ha megtudunk valamit. Oh, még ilyet, micsoda eset, most mihez fogok kezdeni? Reméljük, hogy Cindynek nem esett baja. Tényleg szörnyű volna, de egy-kettőre megtaláljuk. Ha? Mi volt ez? Még nem hallottam ilyen madárcsicsergést. Ne csináld! Hagyd a bacsikladozást! Na! Cindy? Ha-ho! Mit csinálsz te ott? Na hát, örülök, hogy itt vagytok. Már kezdtem megunni, hogy itt lógok. Azt hittem, hogy a madarak fészket raknak a fejemen. A propellere már is olyan, mint egy madárfészek. Egyébként azt hiszem, rendben vagyok. Csak néhány karcolást szereztem. Semmi olyat, amit Benő ne tudna megszerelni a műhelyben. Az rendben. De hogy kerültél fel a fára? Azt hiszem, egy kicsit eltévedtem a ma reggeli ködben. Kínos ügy. Hiba volt olyan ködös időben repülnöm. Azt hittem, hogy már a kikötő közelében járok, és épp le akartam szállni, amikor egyszer csak itt kötöttem ki. Az a lényeg, hogy nem esett bajod. Most le kell hoznunk valahogy a fáról. Szükségünk lehet Földi és Tracy segítségére. Ebédidőben a benzinkútnál szoktak lenni. Megyek, ide hívom őket. Igen, pompás ötlet. Sziasztok! Olyan ügyetlen vagyok. Néha még a legjobbakkal is megesik. Milyen igazad van? Mit fog szólni ehhez postás Peti? Épp el akartam menni érte, hogy ne aggódjon annyira. Tarts ki, nem sokára visszajövök. Semmi gond! Jaj, ne! Ezt nem lehet kibírni! Sziasztok! Épp rátok van szükségem. Földi, Tracy, van egy szabad percetek? Na ne! Pont az ebédszünet kellős közepén. Miben kellene segíteni? Széljáró Cindy fennakadt egy fán, miután eltévedt a ma reggeli ködben. Egész délelőtt ott rostokolt. Ejha, a rozsdás kerékagyra mondom, nem semmi. Cindy tényleg fennakadt egy fán. Igen, és gyorsan le kell szednünk, hogy postás Peti el tudja vinni a postát. Gondolod, hogy menni fog, Földi? Persze. Csak előtte még befejezném az ebédemet. Nagyszerű. Tracy, neked pedig el kellene hoznod ide. Meg kéne nézni, hogy nem sérült-e meg. Persze, hogy segítünk nektek. Nagyszerű. Gyertek utánam, majd én elvezetlek hozzá. Na jó, akkor én most... Gyere már, Földi! Ez az összes. Most már vidd sietve a postádat. De minden rendben lesz veled. Persze, nem lesz baj. Nagyon sokan vannak itt, akik segítenek. Nyugodtan mehetsz. Igen, igazad van. Akkor majd találkozunk a kikötőben. Minden jót! Földi, fel tudsz nyúlni olyan magasra, hogy le tud ereszteni Cindy Tracy platójára? Hát, igen, azt hiszem menni fog. Na, lássuk csak.
most óvatosabban. Nagyon csiklandós vagyok. Már kész is vagyunk. Hálásan köszönöm. Mindannyiótoknak. Jobb lesz, ha most azonnal elviszünk a szerelőműhelybe, hogy minél előbb meg tudjanak javítani. Köszönöm. Nagyon kedves tőletek. Szép munka volt. Előttetek megyek, és villogtatom a vészvillogómat, hogy mindenki lássa, hogy Tracy széles rakomány szállít. Nem inkább nehéz rakományt. Oh. Na jó, menj előre, majd utánad megyek. Ahó, segítség! Szevasz, várjuk! Hogy sikerült fennakadnod a fán? Csak körbe akartam nézni madártávlatból, hogy megkeressem postás Petit, de mire kinyithattam volna a szememet, az egész világ a feje tetejére állt velem, és most itt lógok az ágon. Fogalmam sincs, hogy történhetett ez. Csak a szokásos bal szerencséd lehet a ludas. Várj csak, mindjárt leszedünk onnan. Igen, csigavérvarjú, mindjárt leveszlek. Már kész is vagyunk. Kösz szépen! Pompás érzés újra fejjel felfelé látni a nagyvilágot. Szóra sem érdemes. Amúgy láttátok valahol postás Petit a küldeményekkel? Igen, ha minden igaz, épp most viszi ki a postát. Ilyen későn? Nem te vagy az egyetlen, aki ma fennakadt egy fán. Én is épp így jártam a postával együtt. De most már hazamehetsz, hogy megnézd a postaládát. Nagyszerű volna, ha most már tovább mehetnénk. Ahogy mondtam, széles rakományt viszek. És ami még fontosabb, nehezet. Rendben, kösz a segítséget. Hazáig meg se állok. Szervusztok! Minden jót! Megérkeztek a képes újságok, na végre! Ne csináld ezt! Olyan csiklandós vagyok! Viszlát! Mi most visszamegyünk az állomásra! Köszönünk minden segítséget, viszlát! Szívesen, viszlát! Sziasztok! Hogy ment a munka? Megtaláltátok Cindyt? Persze, csak eltévedt a ködben, ahogy előre gyanítottuk. És sikeresen fennakadt egy fán. Jó szagú ég, nem esett baja? Nem esett semmi baja. Földi leszette a markolójával, és Tracy bevitte a garázsba egy pár kisebb javításra. Postás Peti átvette a küldeményeket, úgyhogy mostanra már mindenki megkapta a postáját. Jó, hogy minden visszatért a régi kerékvágásba. Szerencse, hogy nem történt semmi komolyabb. Aha, de még mennyire? Hey! Mi lesz már? Nem tudsz levenni egy ilyen könnyű labdát? Ejha! Csak hogy tudjátok, kiskoromban én is játszottam a kölyök csapatban. Ó, jaj nekem! Az összes szép gyümölcsöm, pedig épp ma kellene elmennem a gyümölcs kiállításra. Ó, a bebarnult banánra! Micsoda szél! Még az a szerencse, hogy a kiállításra szánt gyönyörű almáimat biztonságba helyeztem a platómon. Jobb lesz, ha igyekszem, különben elkések. Ó, csak ezt ne! Almaszósz! Ne! Gyere ide! Azt mondtam ide! Ne! Hagyd abba! Jaj! Jaj, ne! Csak ezt ne! Na igen, reméljük, hogy ez a viharos szél nem okoz balesetet.
Egek, reméljük, hogy nem történik komoly baj. Például olyasmi, hogy valakinek a fejére esik egy lámpaoszlop. Akkor azt ajánlom, hogy tolass egy kicsit hátra, mert a végén még rád zuhanok. Igen, alig, hanem én vagyok itt a legnagyobb veszélyben Fionával együtt. Nem sok esélyt látok arra, hogy mi essünk rád. Egyet értesz? Ebben igazad lehet. Hármunk közül Alice van a legnagyobb biztonságban. Igaz. Alaposan meglepődnék, ha egyszer csak fejbe kólintana egy tűzoltókocsi. Ezt most jól elkiabáltam. Még ilyet? Nem esett bajod? Semmi bajom. A madárnak sokkal jobban fájhatott. Halló, segélyszolgálat? Igen, értem. Hogyne. Köszönöm a hívást. Figyeljetek! Ugyancsak szokatlan hívást kaptunk. A polgármester elveszített egy nagyon fontos iratot a szélviharban. Meg kell találnotok az iratot, és el kell kapnotok. Hűha, vajon miféle irat lehet az, ami ennyire fontos? Na igen, természetesen segítünk neki. Ha azt mondja, hogy fontos, akkor nyilván fontos. Ezért most itt az idő. Mentőakció indul! Rajta! Rajta! Juhú! Micsoda pompás papírsárkányom lett, és micsoda pompás szél fújdogál! Feljebb sárkány, magasabbra! Jó ég! Vigyázz, vészvonzó varjú! Ne röptesd ilyen magasra a sárkányt, még balesetet okozol vele! Szervusz, Frankie! Balesetet? Ugyan mi baj történhetne? Olyan régóta várok már erre a szélre, hogy végre megröptessem a sárkányomat. Úgy illik, hogy magasra repítsem. Juhú! Jól van, de ne engem hibáztas, ha valami nagy baj történik. Jó reggelt! Mi történt? Jó reggelt! Elfújta a szél az iratomat. Az egyik rendkívül fontos iratomat. Nyugalom, majd mi segítünk. Hogy néz ki az az irat? Csak egy szokásos fehér papír, de az egyik sarka hiányzik, és vörös pecsét van rajta. Értem. Most már tudjuk, hogy néz ki. Látta, hogy melyik irányba repült el? Igen. Végig repült az úton abba az irányba. Akkor menjünk papírt keresni. Gyere, Pali! Oda néz, ott egy papírlap. Talán a polgármesteré. Igen. Próbáljuk meg elkapni. De kár, már majdnem elkaptad. Oh-ho! Na lám csak, mi történik itt? Ennyi! Szia, Benő! Egy fontos iratot kerestünk, amit elfújt a szél. Ez csak egy autóviasz reklámpapírja volt. Nehéz lesz megtalálni az igazit ebben a borzasztó szélben. Autóviasz? Az autóviasz is nagyon fontos dolog. Azt hiszitek, hogy erős szél fúj, mi? Azt láttátok volna, milyen szél fújt annak idején, a nagyapám idejében. Olyan erősen fújt akkoriban a szél, hogy szögekkel erősítették meg a festéket, hogy ne fújja le a járművekről. Nekem elhihetitek. Most folytatnunk kell a keresést. Láttál erre repülni másik papírt? Nem, nem rémlik, hogy láttam volna. Amennyire vissza tudok emlékezni, nem láttam semmit. Értem. Minden esetre köszönjük. Viszlát! Szevasztok! Ez veszélyes volt. Ez az én formám. Itt nem fogok átjutni. Jaj, pont amikor úgy sietek a kiállításra. Másik úton kell mennem. Ezt a bal szerencsét. Oda nézz! Talán az az, amit keresünk. De ez egy sárga papír. A polgármester papírja viszont fehér. Úgy van. Na és mit szólsz ahhoz? Igen, alig, hanem ez az. Siess, Pali, kapd be gyorsan. Jaj, ne! Beesett a csatorna nyílásba. Egy krokodil van a csatornában. Krokodil? Ez veszélyesen hangzik. Most hogy szerezzük vissza az iratot? Mi történik itt?
Egy fontos iratot kergetünk, de beleesett egy csatorna nyílásba, és egy veszélyes krokodil rejtőzik odalent. Egy krokodil? Én ugyan nem ijedek meg egy krokodiltól, csak szerszámot cserélek, és mindjárt meg tudom oldani a gondot. Na hát, megtennéd, te leszel a nap sztárja. Ezzel a fogóval ki tudom halászni a papírt, anélkül, hogy veszélybe kerülnék. Most láthatjátok, hogy dolgozik egy profi. Na jó, lássuk csak. Már meg is van. Nagyszerű, kösz, Robi. Úgy nézem, hogy tényleg ez az. Egy sarka hiányzik, és vörös pecsét van rajta. Pompás, el tudsz jönni velünk, hogy átadd a polgármesternek? Természetesen. A polgármesternek tudnia kell a mai hőstettemről. Mindig azt mondja, hogy lusta vagyok. Figyeljetek! Mi hallatszik az építkezés felől? Hűha, szép volt, sárkány! Hű, kezdek arra gondolni, hogy ez igazán kemény munka. Magasságos ég, ez igazán nem könnyű. Kuár! Annyira sietek, erre pont most kell eltévednem. Hogy fogok így odaérni? Kuár! Észnél légy, te vaksi veszett varjú. Összepiszkolod az almáimat. Magasságos ég, rettenetesen sajnálom, csak kisebb bal szerencseért. Hébe-hóba előfordul velem. A barack szerelmére. Ezt már el sem hiszem. Mit nevetgéltek? Nagyon szörnyű délelőttöm volt, és most elkések a kiállításról. Ó, ráadásul összekeni az almáimat egy kerge hibbant piszok csőszvárjú. Ugyan, nem lehet olyan nagy a baj. Várj, mindjárt segítek. Már kész is vagyunk. Az almáid újra szép tiszták lettek. Ha nyomban elindulsz, akkor még biztosan odaérsz. Ó, hálásan köszönöm. Viszlát! Jól érzed magad, vészvonzó varjú? Persze, csúcsformában, de meg kell keresnem a papírsárkányomat. Mi pedig tovább megyünk a polgármesterhez. Vigyázz magadra, varjú! Jó napot, uram! Azt hiszük, megtaláltuk az iratát. Valóban, hát ez fantasztikus! Íme itt van. Igen, tényleg ez az nagyszerű! Egyébként ez miféle irat? Ó, ez egy nagyon szép oklevél, amit van szerencsém átnyújtani a város segélyszolgálatának. Ha? Úgy bizony. Ezennel átnyújtom nektek, a város hőseinek, ezt az oklevelet. Hálánk jeléül azért, hogy hősies munkátokkal mindig megoldjátok a város gondjait és rejtélyeit. Tessék, itt van. Azt hiszem, ti is fontosak vagytok a városnak. Időnként. Köszönjük. Ez igazán csodálatos. Köszönjük. Intézkedni fogok arról, hogy bekeretezzék, amint eláll a szél, és akkor elviszem a segélyszolgálathoz. Nagyszerű! Erről jut eszembe, hogy ideje volna visszamennünk. Igen, köszönjük az oklevelet, és köszönjük a segítséget, Robi. Viszlát! 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 Ez szép, de mi lesz az én oklevelemmel? A te okleveleddel? Talán elő tudok ásni valamit, ami jó lesz, ha annyira akarod. Tényleg? Köszönöm, polgármester úr. Igazán kedves volna. Sziasztok! Hogy ment a munka? El tudtátok kapni a szájnra kelt iratot? De még mennyire? Nekünk szólt az oklevél a segélyszolgálat dolgozóinak, a polgármester bekereteszteti, utána elhozza. Értem. Gratulálok hozzá. Tehát a saját okleveleteket kergetétek a városban. Igen, úgy látszik, ez történt. Ezen kívül segítettünk Frankinek. Vészvonzóvarjú összekente a kiállításra szánt almáit. Még ilyet? Örülök, hogy minden visszatért a régi kerékvágásba. Hála az én kitüntetett hőseimnek. A város hőseinek. Szinte minden visszatért a régi kerékvágásba. Szia!
Szervusz! Szervusz, Varjú! Sajnálom, hogy úgy felizgattam magam az előbb, nem akartam ordibálni veled. Amiatt igazán ne aggódj, nem haragszom, de milyen szép díjat nyertél! Köszönöm! Első díjat nyertem a legszebb almáimmal. Tessék, vegyél belőle! Na hát, köszönöm! Viszlát! Ide nézz, vészvonzó varjú! Kitüntetést adtak nekem! Szép! Nekem pedig egy almát adtak!